Amiket én álmodok, attól nem zúgna belém senki, azt tuti. Színház az egész főváros, és színész benne minden szobor és madár. És persze ember. Így lehetne összefoglalni a Jurányi Inkubátorház legújabb projektjét. Hét kortárs írónak hála hangjátékokon keresztül elevenednek meg Budapest közterei. Megtudhatjuk, hogy miről beszélgetnek a szobrok a filozófusok kertjében, mi jár a piaci kofák és zászlót felvonó katonák fejében, vagy éppenséggel hogyan érzik magukat a gólyák a Margit-szigeti vadasparkban. Öreg, és még mindig gyakorolja. Mindehez csak egy jegyre, egy okostelefonra és fülhallgatóra van szükség. Én azt gondolom, hogy ezek a kert téli kabátban is még abszolút élvezhető. Egy hangjáték maximum 15 perc, tehát nem arra kell készülni, hogy akkor hideg-meleg étellel másfél órára berendezkedni a filozófusok kertjébe. A Jurányi Ház vezetője abban bízik, hogy rövidesen 30-ra nőhet a helyszínek és előadások száma. A részvétel rendkívül egyszerű, csak a helyszínre sétálva el kell indítani egy applikációban a hangjátékot, és már új értelmet is nyer a tér. A gondolatot a járvány miatti leállás szülte, a szervezők abban bíznak, hogy ezzel a megoldással egy újabb hullám esetén sem maradnak az emberek művészet nélkül.